úgy gondoltam, hogy megnyerjük, egy kicsit, mármint egy nullra megnyerjük. Végén egy kicsit elfáradt a csapat, lehetett érezni, úgy gondolom, hogy így szép nyerni. Pedig nem kell azt hiszem, ecsetelnem hosszabban, hogy mit jelent a Fradit itthon, meg, illetve az ülőtön is legyőzni. Ez kell, hogy egy jó lendületet adjon nekünk a folytatáshoz. A pozitívumokat ki kell elemezni, azokból meríteni kell, hogy a következő mérkőzéseken ebből megint csak valami jót ki tudjuk hozni. Úgy érzem, hogy az első fél időben sokkal jobbak voltunk, megpróbáltunk játszani, ez egy kicsit ráhatással volt a második fél időre, és így egy picit elfáradtunk, egy kicsit megpróbáltunk visszaállni, sajnos ez rossz döntés volt, de hát nem baj, okultunk ebből, sikerült így is megnyerni ezt a mérkőzést. Az első fél időt mondhatom, hogy maximálisan uraltuk, tehát lehetőségesen volt, szerintem a labdabirtoklás is meg kellene nézni, hogy mennyi volt. Aztán a második fél időben beszéltünk, hogy jövünk ki, csináljuk ugyanígy tovább, mint a 0-0 lenne. Hát annyira 0-0-ra gondoltuk, hogy teret hagytunk a Fradinak, akaratlanul is egy picit visszahúzottunk, nem olyan futballt produkáltunk, mint az első fél időben. Könnyű labdavesztéseink voltak, hosszú ívelt labdák, ami nem területben mentek, hogy meg lehetett volna futni, hanem az ellenfél védői felé, akik megnyerték a dueleket a levegőben, és mindig jött vissza a labda, úgyhogy igazából nem nagyon tudtuk járatni. Attól függetlenül azt mondom, hogy a gólt nem érdemelte meg a Fradi a mai találkozón, és ami ezt bizonyítja, a sorsa az oldalunkra állt a végén, és egy, azt hiszem, hogy 2 perc elteltével a Pavon tudott egy győztes gólt szerezni a Lila Brigádnak. Úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy önbizalmat adhat a csapatnak, és hát én azt kívánom magunknak, hogy így tovább. Fantasztikus a közönségünk, már az utolsó 10 percben éltettek bennünket. Egy picit sajnos korán már úgy éreztük, hogy a zsebünk megvan a győzelem, aztán jött egy drámai derbi pillanat, kaptunk egyet, rúgtunk egyet, az ember föl se eszmélt, és megint mi vezettünk, és örültünk, és le is fújta a játékvezető a találkozót. Aztán bejöttünk természetesen, cuppant, durrant egy-két pesgő, a srácok örültek, hát megünnepeltük, ahogy kell a győzelmet.